Péntek délután van, és igazából semmi extrát nem csináltunk ma. Nemrég elvitte anyukám Lilit, úgyhogy ott lesz most náluk hétvégén, vasárnap megyünk majd érte. Úgyhogy szerintem holnap el fogunk menni vásárolni, mert gyakorlatilag szinte semmit nem vettünk még karácsonyra, úgyhogy be kell szereznünk az ajándékokat. Illetve jövő héten lesz a karácsonyi fotózásunk, és nekem is kellene oda egy felső, meg a férjemnek is. És egyébként pedig mindjárt kibontuk néhány csomagot, amik ma jöttek. Nézzük akkor az első csomagot, ami a Kolibri kiadótól jött. Kukucs, itt a játszóház, és kukucs, itt a karácsony. Ezek ilyen forgatós, tologatós könyvek. Jaj, ezeket Lili imádja. És szerintem Vince is imádni fogja, mert hogy ezek egy éves kortól... Igen, szerintem már most is nagyon szereti őket. Megnézed? A másik két könyv, az pedig a Jó éjszakát Mackó, és az Itt a Csiki Manó kihajtható fülekkel. Ebben vannak ilyen kis fülecskék, amiket le lehet hajtani, és akkor ott van még valami kis extra dolog. Szerintem ezeket eltesszük karácsonyi, meg születésnapi ajándéknak. Köszönjük szépen a Kolibri kiadónak ezeket a nagyon szép könyveket. A másik csomag az pedig a Primörtől jött. Itt van egy szép kis üdvözlőlap is. Júj, mennyi szépség van itt. Desigual Fresh Bloom parfüm. Prada Candy Gloss kézkrém. Aztán van itt egy, jaj, de jó, hógömb. Egy Jean Paul Gaultier klasszik hógömb. Ez nagyon menő. Catrice Iconails vagy Iconails körömlak. Aztán egy Essence Jewelry aranycsillámos topcoat. Egy Essence rúzs, gyönyörű szép vörös színű, és két szempillaspirál is van itt, az egyik a Max Factor Fall/Epic szempillaspirál, a második, ó, ez a nagy kedvencem, a Catrice Glamendol Fall/Lashes szempillaspirál, ezt imádom. Ez egyik legjobb drogériás szempillaspirál, nagyon szépen köszönöm ezt a kedves meglepetést a Primör csapatának. Szombat délelőtt van, és elindultunk az ajándékbeszerző körútra. Igazából most az a legfontosabb projekt, hogy a gyerekeknek vegyünk ajándékot, illetve hogy a karácsonyi fotózásra vegyünk nekem meg a férjemnek valamilyen felső részt. Egész jó a hajam, mert hogy tegnap este én elmentem vacsizni, meg iszogatni, beszélgetni néhány anyukával, és besütöttem a hajam hosszú idő után. És ahhoz képest, hogy aludtam, szerintem egész jól áll a hajam. Úgyhogy most good hair day van. Na, melyik legyen? A duplós tengerparti ház? Vagy ez a menő fa? Tengerparti ház. Nyugány. Ez nagyon cuki. Nem, ez a nyugány. Hazaértünk a vásárlásból, megebédeltünk, illetve most etetem Vincét. És utána megyünk tovább, mert hogy nem sikerült sajnos mindent beszerezni. A gyerekeknek megvettük az ajándékokat, úgyhogy annak nagyon örülök, hogy azok megvannak, mert igazából az volt a lényeg. Az az igazság, hogy mi nem szeretünk sokféle vagy sok ajándékot adni a gyerekeknek, mert én szeretném, hogy értékeljék azt, amit kapnak, és hogyha 20-féle ajándékot veszek nekik, akkor... Tehát, hogy szerintem, nem tudom, én ennek nem látom értelmét, meg nem azzal fejezem ki a szeretetemet, hogy mennyi ajándékot veszek neki, vagy hogy milyen értékben, de hát remélem, hogy örülni fognak majd az ajándékoknak. Viszont a fotózásra nem sikerült ruhát venni magunknak, illetve hát én vettem egy blúzt az FNDF-ben, amit láthattatok is a videóban, ilyen egészségedre, ilyen csipkés az ujjait, és ilyen barack színű blúz. De még nem vagyok benne biztos, hogy azt akarom felvenni. Úgy tervezem, hogy két
outfitünk lesz a karácsonyi fotózáson. Egy ilyen sima, farmeres, fehér pólós. A másik, az pedig egy kicsit ilyen ünnepélyesebb. Aztán lehet, hogy a gyerekek az első outfit után azt mondják, hogy köszönik szépen nekik, elég a fotózásból, de én úgy készülök, hogy két különböző outfit lesz. Ha Vince evett, akkor utána átmenjünk a Mon Parkba, és akkor megnézzük ott a ruhákat, illetve kéne még egy-két apróságot vennem a barátnőimnek karácsonyra, meg át kell vennem egy csomagot anyukámnak, és így ennyi. Nem hiszem el, hogy nyílt a Mon Parkban egy Bobby Brown. Muszáj megmutatnom nektek, hogy mennyire cuki világító csillagot vettem a resortben. Igazából már nem akartam semmilyen karácsonyi dekort venni, de ez annyira megtetszett, hogy nem tudtam otthagyni, és szerintem ez simán kint maradhat karácsony után is, mert tök jól néz ki. Úgyhogy jól emlékszem, 3000 forint volt, úgyhogy nagyon örülök neki. Vasárnap van, ma van advent harmadik vasárnapja. A múltkor valaki kommentben beszólt nekem, hogy miért azt mondom, hogy advent, mikor az advent. Szerintem mindkettő használatban van, nem? Advent. Én adventnek mondom, nem tudom, nekem így jön a számra. És sokaktól hallottam, hogy adventnek mondják, na mindegy, ezen nem veszünk össze, kinek advent, kinek advent. És megyünk a családhoz. Végre, Jézusom, ott egy macska, el ne üsd! Vagy mi ez? Nyúl? Macska? Szóval megyünk a családhoz, megyünk Liliért, annyira hiányzik már a kis csicsergő madárkám. Úgyhogy ez lesz a mai program, családozunk, kicsit lazítunk, aztán késő délután megyünk majd vissza Budapestre. December 18-a hétfő reggel van, és nagyon-nagyon izgulok, ugyanis képzeljétek el, hogy tévéfelvételre megyek. Hát nem tudom, hogy ott mennyire tudok majd vlogolni, de remélem, hogy tudok majd mutatni nektek egy-két izgi dolgot. Délelőtt van, és nemrég értünk haza. Ja, azt hiszem, azt nem mondtam, hogy a héten már a férjem is itthon van, szabadságom. Úgyhogy elvittük Lilit a bölcsibe együtt. Most a férjem is jött velünk, mert ő még nem volt ott, és kíváncsi volt rá nagyon. Ja, amúgy szerintem azt sem mondtam, hogy Lili kedden és csütörtökön jár bölcsibe. Hazafele beugrottunk, vagyis a férjem bement a Budai Három kávézóba, ami nemrég nyílt itt nem messze tőlünk, és úgy hallottam, hogy nagyon finom a chai lattéjuk, mert hogy van már két másik ilyen kávézó itt Budán, és tényleg nagyon finom egyébként, bár ez sem annyira fűszeres, mint a Starbucksban kapható chai latte, de nagyon finom, krémes és telt íze van, úgyhogy mai napi program az lesz, hogy csinálni fogok két cipős dobozt, mert hogy holnapig lehet leadni cipős dobozt, és hát kicsit megcsúsztam a dologgal. Délután elmegyünk majd Lilier a bölcsibe, és utána pedig a barátnőimmel találkozom, és velük fogok karácsonyozni egy kicsit. Megmutatom nektek, hogy miket teszek a cipős dobozokba. Aki egyébként nem hallott még erről az akcióról, annak beteszem a linkjét a videó alatti leírásba. Két dobozt állítok össze, és a dobozokra rá kell írni, hogy milyen nemű, illetve hány éves gyereknek szánjuk a dobozt. És én olyan nagyjából 12-től 14 éves lányoknak csináltam dobozkát.
ugye becsomagoltam őket szépen, vagyis nem szépen, mert nem tudok szépen csomagolni, viszont ezt sok celluxal ellensúlyozom, és külön kell becsomagolni a dobozoknak a tetejét. Az egyikben Sophie Kinsella Hová lett Audrey című könyve lesz, aztán lesz még benne egy ilyen fa ajándékcsomag, amiben van egy fa Divine Moments krémtusfürdő, meg egy dezodor. Aztán lesz még benne csoki, ez ilyen mézecskalács ízesítésű tejcsoki, egy labelló, illetve egy cuki kis kézkrém, aminek gondosan leragasztottam a tetejét, hogy nehogy kinyíljon és belefolyjon a dobozba. Ja, és még lesz benne szaloncukor, banános ropogós és málnás robbanó cukorkás szaloncukrot vettem, mert szerintem ez tök poén, úgyhogy ezt majd még így beleszórom a dobozokba. A másikban ezt ilyen szép aranyszínű csomagoló papírral csomagoltam be. Abban is lesz egy könyv, Zoella Girl Online című könyve, illetve egy Balé ajándékcsomag. Ez ugye egy cuki nezeszer, és van benne egy tusfürdő, illetve egy testápoló, valamint egy zuhanyrózsa. Aztán ebben is lesz egy labelló, csoki, egy cuki kézkrém, és természetesen szaloncukor. Így néznek ki a kézcipős dobozok, leragasztottam őket átlátszó cellux-szal, illetve tettem rájuk címkét, mondjuk erre sikerült fordítva, na mindegy, és végül 13-tól 15 éves lányt írtam mindkét dobozra, és ezeket holnap közösen Lilivel együtt el fogjuk vinni leadni, ugyanis a Deák téren van egy cipős doboz vár, azt hiszem ez a neve, hogyha jól emlékszem, ami nagyon-nagyon jól néz ki, és szerintem Lilinek is tetszeni fog, úgyhogy közösen fogjuk ott leadni ezeket a cipős dobozokat. Szerda reggel van, és egy nem túl jó hírrel indult a nap, ugyanis ma mentünk volna karácsonyi fotózásra, de hajnalban írt a fotós, hogy megbetegedett, és így kénytelen volt lemondani a fotózást. És az az igazság, hogy nagyon-nagyon szomorú vagyok, mert nagyon készültem már erre a fotózásra, és nagyon vártam, ugyanis mióta Vince megszületett, azóta nem készült egy olyan normális kép sem, ami minden égyen rajta vagyunk, és hát emiatt vártam igazából nagyon ezt a mostani fotózást. Nagyon sajnálom, hogy így alakult, persze nyilván ezt előre nem tudhatta a fotós sem, tehát nem őt hibáztatom, vagy ilyesmi, csak hát szomorú vagyok, na. Viszont, ugye azt mondtam tegnap, hogy ma megyünk a Deák térre, a cipős doboz várhoz, leadni a cipős dobozainkat, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy Lilinek hogy fog tetszeni. Hazaértünk, leadtuk a cipős dobozokat, illetve egy kicsit sétáltunk ott a karácsonyi vásárban is, viszont hazafelé baromira felhúztam magam, és hogyha nem lenne itt mellettem Lili, akkor nagyon-nagyon csúnyákat tudnék most mondani. Ugyanis BKV-val mentünk be, hát mondtam, hogy minek menjünk autóval, mikor gyakorlatilag innen indul tőlünk nem messze a busz, ami bevisz a belvárosba, teljesen felesleges kocsiba ülni itt a nagy dugóban. Mikor jöttünk hazafele, az első busz, ami jött, azon volt egy iskolás csoport, és mondtam a férjemnek, hogy ne szálljunk fel babakocsival, meg a Lilivel, mert nem akarok ott tumultusban utazni, várjunk még egy buszt, megnéztem a
telefonomon, hogy mikor jön a következő. 10 percet kell várni, addig lesétáltunk egy megállót. Jön a következő busz, azon is sokan vannak, hát mondom, most erre azért már szálljunk fel, mert már vártunk egy buszt. Lili is mondta, hogy már fázik, meg már én is kezdtem fázni. És felszálltunk a buszra, amin szerintem szintén lehetett valami iskolás vagy kiránduló csoport, mert azon is elég sokan voltak. És úgy képzeljétek el, hogy felszálltunk. Most az egy dolog, hogy a babakocsis helyről senki nem ment el, mondom, jó, lefékezem a kocsit, tök mindegy, megállok. De hogy Lilinek senki nem adta át a helyét, hogy a férjemmel le tudott volna ülni. Lili meg elkezdett persze hisztizni, hogy le akar ülni, mert nem is tudott gyakorlatilag még kapaszkodni sem. Igazából nem is tudott volna, hogy megállni ott a szerencsétlen gyerek. A férjem sem tudta őt fölvenni, hogy úgy utazzanak. De hogy ott ültek körülöttünk, szinte mindegyik ülésen fiatal lányok főleg. Ilyen szerintem ilyen 15 év körüliek lehettek. És senki, de senki az égvilágon fel nem állt volna, hogy átadja a helyét egy kisgyerekes szülőnek. Én ezen úgy felhúztam magam, de komolyan, mondtam a férjemnek, szálljunk le a következő megállónál, mert én nem fogok így utazni. Tehát az, hogy senki nem képes átadni a helyét, most tényleg nekem kell ott fölállítgatni tizenéveseket, hogy álljál már föl, légy szíves, mert a kisgyerekes szülő szeretne leülni a gyerekkel. Komolyan úgy felhúztam magamat, és mondtam a férjemnek, hogyha a harmadik busz is, amire felszállunk, ott is ez lesz, akkor én meg fogom mondani, álljál föl, légy szíves, adjad át a helyet. Most tényleg ne haragudjatok, hogy így kifakadok, de egyszerűen annyira, nem tudom, érdektelenek az emberek, és nem foglalkoznak vele, hogy a másiknak mi jó, vagy hogy egy kicsit segítsenek a másikon. És hogy tényleg nem vagyok az a típus, aki most jaj, most itt mindenáron felállít embereket, meg mindenáron le akarok ülni, de azért egy 3 éves gyerekkel ne kelljen már állva utazni a buszon, most komolyan. Na mindegy, úgyhogy a harmadik buszon szerencsére már nem voltak sokan, babakocsis helyre is be tudtam állni, a férjem is le tudott ülni Lilivel. Úgyhogy a harmadik busszal sikerült végül hazajönnünk, és nagyon örülök, hogy itthon vagyunk, mert tényleg nagyon hideg van kint. Elnézést kérek ezért a kirohanásért, de remélem, hogy megértitek. Délután van, és képzeljétek el, hogy csoda történt, mert mégiscsak megyünk fotózásra, ugyanis rám írt Patrícia, aki eredetileg fotózott volna minket, hogy az ő apukája is fotós, és hogy egy órás fotózást be tud vállalni így ma délután. Úgyhogy szépen kicsíptük magunkat. Már most fénylik egyébként a homlokom. A gyerekek persze bealudtak hátul itt a nagy dugóban, de remélem, hogy azért odaérünk viszonylag kicsi késéssel, és sikerül legalább 5 értelmes képet csinálni 4-ünkről. Csütörtök délelőtt van, Lili bölcsiben van, Vince alszik, a férjem pedig elment vásárolni, úgyhogy kihasználom ezt a nyugit, és becsomagolok gyorsan néhány ajándékot. Elfelejtettem mutatni nektek, hogy hételején kaptam egy csomagot az FNDF-től, de nem tudom, hogy mi van benne, és úgy döntöttem, hogy nem is fogom kinyitni karácsonyig, mert annyira tetszik ez a doboz, meg ez az egész csomagolás, hogy úgy döntöttem, hogy
hagyok egy kis meglepetést magamnak karácsonyra, úgyhogy ezt majd csak a fa alatt fogom kibontani. Hazaért a férjem, úgyhogy most ő lesz Vincével, és én megyek el vásárolni. Nagyjából olyan 2,5 órán van, mert aztán menni kell Liliért a bölcsibe, és hát az az igazság, hogy elég kevés ez a 2,5 óra, mert a férjem azt mondta, hogy mindenhol őrület van, de felvérteztem magam, úgyhogy kemény leszek, és gyorsan megveszek mindent, ami még kell. Hazaértem a shoppingolásból, szerencsére majdnem mindent tudtam venni, amit szerettem volna, és egyébként ahhoz képest, hogy december 21-e van, nem is volt annyira brutális tömeg, bár én a Mon Parkban voltam, és ott azért úgy viszonylag kulturált szokott lenni a tömeg, és vettem magamnak egy brutális salátát a frukkolában, amit teletömtem mindenféle jóval, és aki csinálta a salátát, ő ajánlott nekem egy öntetet, és azt mondta, hogy csili is van benne, és mondtam, hogy jaj, nem akarok, mert nem szeretem a csípőset. De azt mondta, hogy nem érezni, hogy csípős, úgyhogy ha mégis csípős, akkor visszamegyek és megkeresem. Így néz ki a salátám, jégsaláta alap, kértem még bele rukkolát, ilyen bébispenótot, répát, az grillezett cukkini, mozzarella, tojás, illetve ilyen mézes mustáros csirkemell, és az öntet az pedig valami csilis mangós öntet, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. A férjem elment Liliért a bölcsibe, Vince pedig most uzsonnázott, úgyhogy szerintem az lesz, hogyha Liliék hazaértek, akkor utána nekiállok sütni. Igazából nem csinálok nagy sütést, mert hogy csak egyfélét fogok sütni, ugyanis mi csak 24-én leszünk itthon, 25-én elmegyünk a családhoz vidékre, és csak 27-én jövünk majd vissza. Úgyhogy én csokis pöfeteget fogok sütni, amit már többször is csináltam, mindenki nagyon szereti, úgyhogy egy jó nagy adaggal csinálok, és viszünk majd belőle a családnak is. A beiglit, meg ezeket a hagyományos sütiket, azokat pedig majd a nagymamák sütik. És aztán még össze kellene majd írnom, hogy mi az, amit kell még venni a karácsonyi menühöz, mert ugye Tesco-ból nem tudtak mindent hozni, amit rendeltünk online. Gyorsan megmutatom nektek, hogy mit vettem magamnak a Douglas-ben. Hát így karácsonykor gondoltam, hogy magamat is megajándékozom valamivel. Ezek a pénztárnál voltak kirakva ilyen Estée Lauder kis utazó kiszerelésű termékek. Az egyik az a Pure Color Envy Lash szempilla spirál. 2100 forintba került, és elvileg ennek ilyen nagyon érdekes keféje van, mert hogy többféle hatást is el lehet vele érni, úgyhogy erre nagyon kíváncsi vagyok. Ez a másik, ez pedig az Advanced Night Micro Cleansing Foam, vagyis ez egy ilyen arctisztító hab, és nagyon kíváncsivá tett, 2600 forintba került, úgyhogy gondoltam, kipróbálom ezeket. Gondolkodtam, és arra jutottam, hogy nem fogok ma sütni, mert bár ez a csokis pöfetek, ez ilyen 3-4 naposan is nagyon finom, de azért ez mégiscsak korán van, hogyha ma megsütöm, mivel ebből vinni akarok a családnak is, és csak hétfőn fogunk utazni a családhoz. Úgyhogy szerintem szombaton fogok sütni, viszont most lehúzom az ágyneműt, és húzok fel frisset. Vettünk az IKEA-ban pár héttel ezelőtt egy ágyneműt, ami a téli kollekció része, és azt gondoltam, hogy ez lesz majd fenn karácsonykor, úgyhogy gyorsan lecserélem az ágyneműt, és bedobok egy adag mosást.
Péntek délután 3 óra van, és csak most jutottunk el odáig, hogy végre kimenjünk sétálni egyet. Tök jó, hogy most, mikor mindjárt besötétedik, de mindegy, mert legalább megnézzük kint a fényeket. Igaz, Lili? Igen. Amúgy már nem történt semmi extra, délelőtt a férjemet elküldtem bevásárolni, hogy megvegye a hiányzó dolgokat a karácsonyi menühöz, illetve aztán főztem is, ezt láthattátok, és most pedig kimegyünk, sétálunk egyet, szerintem iszunk egy Starbucks kávét. Ja, és fel kell adnom az utolsó karácsonyi játékom nyertesének a nyereményét is, el ne felejtsem magammal vinni a dobozt, amit szerintem olyan szépen becsomagoltam, vagyis hát próbáltam egy picit ünnepélyesebbé tenni ezt a ronda barna dobozt, úgyhogy teleragazgattam mindenféle karácsonyi matricákkal. Na, így néz ki a dobozka, hát szerintem nagyon cuki lett ezekkel a karácsonyi ragasztószalagokkal, meg a kis hópehely matricákkal. Nagyon remélem, hogy sikerül majd vele örömet szerezni a nyertesnek. Gyere! Lassan! Karácsony. Hol? Ja! Ja, hogy ott egy karácsonyfa. Gyere! Valaki nagyon szereti Gergőt. Ha már ennyit beszéltem a karácsonyi menüről, akkor gondoltam, megosztom veletek, hogy mi lesz nálunk 24-én a menü. Ez a Fürdőzé magazin, és ebben találtam nagyon jó kis recepteket. Igazából én mindenféleképpen akartam valami lazacos ételt csinálni, megérkezett Vince is közben, és ebben találtam egy nagyon jó kis lazac wellington receptet, úgyhogy ez lesz az egyik, amit főzni fogok 24-én. Viszont mivel Lili nem valószínű, hogy ezt megenné, így fogok csinálni egyben sült csirkét, amiben lesz ilyen finom fűszerva, és baconnel lesz beborítva. És akkor köretnek egyrészt fogok csinálni rizst, mert azt Lili nagyon szereti, illetve krumpli salátát, jaj, bocs, Vincu, amihez szintén találtam egy receptet ebben a Fürdőzé magazinban. Igen, itt van a krumpli saláta recept, úgyhogy ez alapján fogom megcsinálni. Szia, Vincu! Hello! Tetszik az újság, igaz? Képzeljétek, hogy tegnap este csináltam magamnak egy kis ünnepi manikürt. Hát elég béna vagyok körömlakkozásban, ezt szerintem már többször több helyen említettem, de szerintem ez most egészen vállalható lett. Igazából az volt az eredeti tervem, hogy átmegyek ma a Mon Parkba, mert ott van olyan manikűrös pult, tudjátok, így a folyosón, ahova nem kell bejelentkezni, hanem ott ül több körmös is, és akkor csak odamész hozzájuk, és megcsinálják a körmödet. De tegnap, amikor voltam vásárolni, akkor láttam, hogy egy csomóan várnak oda, mindegyik körmösnél ült valaki, akinek éppen csináltak a körmét, és még a padon is ültek többen is, akik oda vártak, és úgy voltam vele, hogy hát én nem akarok egy órát várni arra, hogy egyáltalán sorra kerüljek, úgyhogy inkább este megcsináltam ezt magamnak. Szerintem nem lett egyébként olyan rossz, bár attól tartok, hogy ez 24-én estére le fog jönni, mert ugye holnap sütök, meg 24-én főzök, úgyhogy nem tudom, hogy meddig fog ez tartani, de azért reménykedem, hogy hát ha a karácsonyt kibírja. Szombat délelőtt van, és egy meglepetés helyre visszük Lilit, de nem mondom el, hogy hova, mert nem akarom lelőni a poént, hanem nézzétek meg, hogy hova, és majd utána elmesélem a hozzátartozó történetet. Hazaértünk a kis meglepetés programról. Láthattátok, hogy a Donut Library-ben voltunk, ami egy olyan hely, ahol mindenféle fincsi fánkokat lehet kapni. És azért találtam ki, hogy menjünk el oda, mert néhány hete, amikor megkérdeztem Lilitől, hogy mit szeretne karácsonyra, az egyik, amit mondott, az a fánk volt, és igazából fogalmam sincs, hogy honnan jött neki, mert szerintem még nem is nagyon evett fánkot,
Talán említettem már nektek, hogy én nem nagyon adok neki ilyen finomított cukrot tartalmazó dolgokat, vagy hát legalábbis nagyon-nagyon ritkán. És hát gondoltam, hogy akkor karácsony van, akkor legyen ez az egyik meglepetés, hogy elmegyünk erre a fánkozó helyre. Láttam, hogy ott vannak ilyen nagyon cuki kis figurás, meg mindenféle mintás fánkok, úgyhogy elmentünk oda. Na, melyiket akarod enni? Gondoltam. Tetszett, ahol voltunk? Tetszett. És finom a fánk? Nem. Mi van rajta? Minyon. Minyon volt rajta, igen. Úgyhogy ez volt az egyik kis karácsonyi meglepetésünk Lilinek. Beszélgessünk. Beszélgessünk? Miről beszélgessünk? Hát a délután van. Voltunk a library-ben. Voltunk a Donut Library-ben, igen. Igen, és mik voltak ott? Fánkok. Aha. Én Minionsot választottam. A Minionshoz fánkoszban volt folyadék. Komolyan, de milyen folyadék? Hát fehér folyadék. Fehér folyadék? Igen, az. Karácsony kisültem. Karácsonyban! Elkezdem összeállítani a csokis pöfetek tésztáját, mivel ennek állnia kell majd még egy kicsit a hűtőben sütés előtt. Akit egyébként érdekel ennek a receptje, annak beteszem a videó alatti leírásba. Szerintem érdemes kipróbálni ezt a sütit, mert nagyon-nagyon egyszerű, de tényleg baromi finom. Én most dupla mennyiséggel fogok dolgozni, mivel szeretnék egy nagyobb adagot készíteni, hogy a családnak is tudjuk majd vinni belőle. Összeállt a csokis pöfetek tésztája, úgyhogy én ezt most lefedem folpakfóliával, és megy be a hűtőbe egy pár órára. Kivettem a süti tésztát a hűtőből, végül beraktam a mélyhűtőbe, mivel így gyorsabban tudott egy kicsit megdermedni a tészta, és igazából most annyi a dolgom, hogy pici golyókat formálok ebből a masszából, belehempergetem borcukorba, majd belerakom őket a sütőpapírral bélelt tepsibe, és szépen kisütöm őket. Este 9 óra van, most aludt el Lili, úgyhogy most fogunk nekiállni feldíszíteni a karácsonyfát, ami csak azért lesz izgi, mert hogy a karácsonyfa a nappaliban lesz, és Lili a nappaliban alszik néhány napja, ugyanis valami miatt fél a szobájában. Úgyhogy megpróbáljuk majd egy olyan pontján díszíteni a lakásnak a fát, ahol nem látja meg, hogyha esetleg felébred, és majd, hogyha készen van a fa, akkor állítjuk oda a végleges helyére.